Most pedig folytassuk Peter Zauberrel, akinek van egy hobbija, és ez nem az autóversenyzés, hanem valami más amellett. Aztán korábban megfigyelhettük, hogy azok az emberek, akik a Forma 1-ben dolgoznak, keresik a nyugalmat, azokat a pillanatokat, amikor egy picit kikapcsolhatnak, egy picit feltöltődhetnek. Peter Zauber is ilyen, a Zauber csapat főnöke, aki szivarozni szeret, és éppen most gyújt rá egy kedvenc szivarjára. Also, Herr Zauber. Tehát Zauber úr, a szivarok. Mit jelentenek a Zauber csapat főnökének ezek a szivarok? Én nem vagyok igazi dohányos, hanem inkább csak pöfékelek hobbiból. Nem szívok el 3-4 szivart egy nap, hanem egy darabot majszolgatok, amíg kint vagyok a pályán. Ennek egyébként két haszna van. Egyrészt, ha rosszak az eredményeink, legalább valami élvezetet nyújt. Másrészt pedig, ha dühös vagyok, van mit a falhoz vágni. Ez ugyanis nem csaptam nagyon. Oké, hogyan kell meggyújtani egy ilyen szivart? Megmutatná ezt nekünk? Ez egy olyan folyamat, ami időt igényel, hiszen a szivar átmérője jóval nagyobb, mint a cigarettáé. Ha fúj egy kicsit a szél, mint ahogyan most is, akkor nem egyszerű a dolog. Talán most jobban jönne egy gázöngyújtó, amely nagyobb hőt ad, és azzal könnyebb lenne átízítani a szivar végét. Hát ennyit arról, hogy ki mit szív.